Az úgynevezett cigányvájásos technikával ismerkednek a gébárti országos fafaragó tábor résztvevői. Készül itt göcsei, pofamosó melence, fakanál és terménylapát is. Tehát nem mész mélyre, csak ki akarod egyenes. Ez az első országos fafaragó tábor, de a programnak vannak előzményei. Már 2001-ben rendeztek szakmai konferenciát, amely tavaly visszatért Gébártra. Itt döntötték el, hogy 2 évente tartanak ilyen típusú szakmai programot, a közbülső esztendőkben pedig a gyakorlati a főszerep egy nyári tábor keretében. 18 résztvevő van az ország minden részéről, és hát nagyon jó hangulatban zajlik a munka, és hát nagyon szeretnénk a hosszú távon nem csak az országos konferenciát, hanem ezt az országos tábort is tudnánk gondozni. A vájásos technika ismeretanyaga a megfelelő fafaj kiválasztásával kezdődik, és el kell sajátítani a hagyományos szerszámok kezelését is. Ezek egyébként ugyanazok, amikkel régen a romák dolgoztak. Ezzel a módszerrel számos a háztartásban szükséges tárgy elkészíthető. Mindaz azt a tárgycsoportot, aminek része a legismertebb a teknő, itt Zalában melence, ennek több változata, pofamosó melence, ez például kifejezetten göcsei tárgy, a pofamosó melence, aztán a lisztmerőkanalat, a terménylapátot, a fakanalat, minden ilyen vájásos dolgot. Az alkotótábort a Magyar Művészeti Akadémiától nyert pályázati támogatásból finanszírozzák.